Jelenleg a legkiválóbb mikroszkópiás és orvosi képalkotó technológiákhoz nyújt hozzáférést és technikai támogatást a Debreceni Egyetem Sejtanalitikai Szolgáltató Laborja, amely a jövőben Damjanovics Sándor professzornak, a Biofizikai Intézet megalapítójának nevét viseli. Csernok László tudományos rektor helyettes hétfőn sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a névadó professzornak látnoki képessége volt, hogy hitt a világszínvonalú műszerekkel történő kutatásban. Nemzetközi szintű tudományos kutatást csak úgy lehet végezni, hogyha ehhez olyan műszer együttes áll rendelkezésre, amely nemzetközi szinten is kiemelkedő, lehetőleg olyan, ami másoknak nincs, és olyan humán erőforrás működteti, amelyik érti a ízes magyar szóval csinyát, binyát ezeknek az eszközöknek, és ezért egyrészt ragaszkodott és folyamatosan épített egy ilyen műszeregyüttest. Ez a műszeregyüttes lehetőséget teremt arra, hogy a megfogalmazódott kérdésekre világszínvonalú választ tudjanak adni a kutatók, hangsúlyozta a Mátyus László, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának dékánja. A szolgáltató labor fő feladata a nagy műszerek üzemeltetése, az ezekhez való hozzáférés biztosítása, egyetemi, akadémiai és ipari, magyar, illetve külföldi felhasználók számára. A Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet munkatársai használják, de nem csak ők, hanem az élettudományi épületben levő többi intézet, nem csak a többi intézet, hanem még más karok oktatói is, illetve a PhD hallgatók is természetesen be tudnak kapcsolódni az ilyen kutatásokba. Reméljük, hogy klinikai kérdések megválaszolására egyre több klinikákon dolgozó kutató is kollaboráció formájába be tud kapcsolódni ennek az együttesnek a használatára. A világszínvonalú labor hátteret biztosít egyebek mellett a Debreceni Egyetemen zajló tudományos munkához, így többek között a rákkutatáshoz, a gyulladásos betegségek vizsgálatához és a gyógyszerfejlesztéshez. A szuperfeloldású mikroszkópia és az egyedi fotonszámláló mikroszkópia révén lehetőséget ad az egyedi molekula szintű vizsgálatokra, az egyedi sejtek és sejtpopulációk tulajdonságainak tanulmányozására, valamint az élő szervezetekben, kísérleti állatokban végzett mérésekre. A legújabb kísérletünk, ami nagyon biztató, hogyha úgynevezett kimérő antigén receptorral, úgy mondják, hogy transzfektált T-sejtet használunk a kezelésre, akkor a tumorokat meg tudjuk gyógyítani teljesen. És ezt próbálják használni klinikai gyakorlatban is. Ez nagyon biztató. A szolgáltató labor az európai képalkotó laboratóriumokat hálózatba szervező Euro Bioimaging Konzorcium magyar egységének koordinátora, így európai szolgáltató laboratóriumként is működik.